Megszületett a másodfokú ítélet a szoboszlói nyugdíjas otthon pénztárosának ügyében. A hajdúszoboszlói járásbíróság 2019. április 10-én hirdetett ítéletet annak a vádlottnak az ügyében, aki pénztárosként elsikasztotta a gondozottak pénzét egy hajdúszoboszlói idős otthonban. Első fokon 7 év börtönbüntetést kapott. Már múlt heti adásunkban is beszámoltunk a hajdúszoboszlói sikkasztó pénztáros ügyéről. Enyhítette a törvényszék az elsőfokú ítéletét. A debreceni törvényszék, mint másodfokú bíróság 2020. január 23-án nyilvánosan hirdetett ítéletet annak a vádlottnak az ügyében, aki pénztárosként elsikkasztotta a gondozottak pénzét egy hajdúszoboszlói idős otthonban. A törvényszék megváltoztatta az elsőfokú bíróság ítéletét, mely szerint a vagyon elleni bűncselekmény minősítését korrigálva a vádlott 7 éves börtönbüntetését 2 évre enyhítette, végrehajtását a törvényi maximumban meghatározva 5 évre felfüggesztette, a közügyektől eltiltást pedig mellőzte. A bíróság a vádlottal szemben vagyonelkobzást rendelt el. Egyebekben az elsőfokú ítéletet helyben hagyta. Dr. Kovács Péter a tanácselnöke indoklásában elmondta, hogy az elsőfokú bíróság a perrendi szabályokat betartotta. Ügyfelderítési és indoklási kötelezettségének eleget tett. Tényállása túlnyomó részt megalapozott, kisebb kiegészítéseket igényel. Az ügyészi fellebbezéssel szemben további bűnösnek nyilvánításnak nem volt helye. A vádlott részben beismerő vallomást tett. Kifejtette, hogy a cselekmény, amely 2012-ben kezdődött, 2015. augusztusában befejeződött. A középkorú büntetlen előéletű nővel szemben újabb büntetőeljárás nem indult. A büntetés kiszabásának elveit megvizsgálva, a büntetés céljait szem előtt tartva, a bíróság a fokozatosság elvét is követte, így az elsőfokú bíróság ítéletében kiszabott büntetést eltúlzottnak tartotta a törvényszék. Azt is vizsgálni kellett a másodfokú bíróságnak, hogy szükséges-e a törvényi minimumnál hosszabb tartamban meghatározni a szabadságvesztést. A debreceni törvényszék úgy ítélte meg, hogy döntően a büntetlen előélet, valamint a nagyobb mérvű időmúlása tekintettel szükségtelen a végrehajtandó szabadságvesztés a törvényi maximumban felfüggesztett büntetés a cél el fogja érni. A büntető tanács elnöke hangsúlyozta, hogy a bűncselekmény elkövetését nem a gondozottak kora tette lehetővé, nem annak kihasználásával történt, hanem az intézmény működési rendje, az ellenőrzés hiánya is elősegíthette. Ezt a törvényszék további enyhítő tényezőként értékelte. Az ítélet tényállása szerint SZ gazdasági ügyintézőként és pénztárosként dolgozott egy hajdúszoboszlói idősek otthonába. Ő bonyolította többek között a készpénzes ki- és befizetéseket, átvette a pénzküldeményeket, kezelte az idősek nyugdíját, zseppénzét. Feladata volt az is, hogy az ellátottak által megőrzésre átadott betétkönyveket, értékpapírokat, készpénzletéteket kezelje, de neki kellett adminisztrálnia és átadnia a hagyatékokat is az örökösöknek. A papíralapú ügyintézés mellett egy pénztárprogramban és egy számítógépes programban is rögzíteni kellett volna a pénzmozgásokat. Ezt azonban a vádlott igen hiányosan tette meg, így leplezve az általa elkövetett bűncselekményeket. A vádlott tevékenységét részben az otthont működtető KFT pénztár ellenőrének, részben az intézmény vezetőjének kellett volna ellenőriznie, helyszíni és átfogó ellenőrzésre azonban nem került sor. A vádlott 9 idős asszony pénzét sikkasztotta el. Egy 78 éves nénit például a temetésre befizette a házi pénztárba 500 ezer forintot, 800 ezer forintot pedig az otthon alapítványának akart adományozni, de a pénz megakadt a vádlottnál. Több esetben látra szóló betétkönyvekből vett ki 100 ezereket, az érintettek hozzájárulása és tudomása nélkül. Volt erre lehetősége, hiszen az általános meghatalmazással ő rendelkezett. Egy 80 éves gondozottól 1,1 millió forintot szerzett meg így, de ezt követően még az idős asszony 220 ezer forintos zseppénzét is magához vette. Egy másik bentlakó számlájáról több részletben 1,5 millió forintot vett ki, amelyben a sértett temetésére félretett 1,5 millió forint is benne volt. A 85 éves asszonyt 2015-ben végül az otthont működtető KFT költségén temették el. Eszé két alkalommal felvette az elhunyt gondozottak nyugdíját, máskor pedig nem adta át a hagyatékokat. Az egyik esetben három örökös 5-5 ezer forintját tartotta vissza. Az otthont is megkárosította több mint 2,5 millió forinttal.
Az intézménynek kiszállított gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök árát ugyanis csaknem egy éven át nem továbbította a beszállítónak. Ez a végén majdnem 6,5 millió forintot tett ki. Ezen felül 2014-ben, 2015-ben a külsős ebédelők befizetéseit és a büfé bérleti díját sem tette be a házi pénztárba. Az intézmény csaknem 2 millió forint plusz anyagi terhet vállalt a vádlott miatt. Az elsikkasztott 16,4 millió forintból 3,3 millió forintot térített meg a vádlott. Büntette úgy derült ki, hogy a nyugdíjfolyósító igazgatóság kereste az elhunyt gondozottaknak tévesen kifizetett nyugdíjakat. A pénz visszautalását pedig egy összefénymásolt hamisítvánnyal akarta igazolni. Ez azonban a NAV figyelmét már nem került el. A debreceni törvényszék ítélete a tegnapi napon, január 23-án jogerőre emelkedett.